Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket, Önök a VNTV-t, Ivanatúra televíziót láthatják, és más hangszeretettársalgás adássorozatunk van. Nagyon-nagyon nagy szeretettel Spitzer Gyöngyi Somitát köszöntöm a stúdióba. Köszönöm, hogy itt lehetek ismét. Nagyon örülök, hogy eljöttél. Somita mindig azért a kedves nézőik is már láthatták nálunk is, meg hát azért őt nem kell szerintem bemutatni. Egy igazi vad ösztön, energia, egy démon, egy azért ne túl, a démon talán én túlzás. Olyannak tartalak, aki még a holtat is, meg még a hamuból is föltámaszt valamit. Köszönöm. De ennek nagyon-nagyon fontos szerepe van, és jelentősége van az életedben, és akkor kezdjük egy picit innen, Somita, hogy te magad mi a jó Istent kezdesz ezzel a rengeteg energiával, hogy nem éget ez téged el. Szepes Mária mondja mindig, hogy be kell állni a saját mágiánkba, de a tűz az nem lobog az emberekben. Magam is ezt tapasztalom, hogy nagyon sok embertársunkban épp, hogy csak szivárog az élet, és amit életenergiának, vagy prána, ojas, chi, ezer néven nevezik, az csak így szivárog épp, hogy mint valami kis kábelen így folydogál, csurdogál, nem pedig áramlik, mint egy ilyen nagy vastag slaga, amiből úgy tényleg spriccol a víz, vagy az energia. És sokat gondolkodtam nyilván azon, hogy vajon mennyi az, amit kapunk, hozunk, és mennyi, amennyit még mellé rakunk, és hogy a forrásenergia a legmeghatározóbb, vagy pedig az, hogy te magad mit teszel azért, hogy növekedjen az energiaszinted, vigyázzál rá, vagy egyáltalán rácsatlakozz valamilyen energiaforrásra, ami nem az embertársaid leszivolázása. És ugye ebben itt két iskola van. Az egyik iskola azt mondja, hogy a forrás energia egy életen át csak csökken. Tehát adott dózisú duracellel születünk, és ez csak csökken, 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 és ez nem pótolható. Sokféle más energiatípus pótolható, de ez a forrás energia, ami az utolsó szusszal távozik, ez nem. A másik iskola azt mondja, hogy már pedig rá lehet csatlakozni a forrásra, és te be tudod magad pótolni. És én most már ennek az iskolának vagyok a hívője, hogy igenis rá lehet a forrásra csatlakozni. Egyrészt azt gondolom, hogy én magam tényleg sok forrás energiával érkeztem, másrészt most már 57 évesen sokkal tudatosabban bánok az energiával, kevésbé fecsérlem, mert érzem, hogy fogy, bár én rendszeresen felcsatlakozom a forrásra, tehát van is egy alapmeditációm, a tengely meditáció, amiben a legfőbb energiaközpontokat beaktiváljuk, és csatlakozunk a föld közepében, levő úgy tartják, hogy egy vasmag van a föld közepén, ami kristály szerkezetű, tehát nem az izzó magma, hanem azon túl is van ez a sűrű, magnetikus, az elektromosságot, a gravitációt és sok minden meghatározó dolog, és én szeretek oda is becsatlakozni, és szeretek felcsatlakozni a forráshoz is, a saját lélekcsaládomhoz, ahonnan jöttem, és ahova majd visszamegyek, ha eljön az ideje. Úgyhogy sok energiám van, nagyon ritkán vagyok fáradt, nem kell kávét sem innok, nem iszom kávét, nem iszom zöld teát, fekete teát, semmivel nem pörgetem magam, tehát én nem kólázok, nem. Nagyon ritkán mate teát, nagyon ritkán, tehát nincs rá szükségem, hogy pörgessek, mert hál' Istennek tényleg energikus vagyok. És hogy mi mindent csinálok vele, hát drágám, a férjem úgy hív, hogy naptármazsi, mert hogy bármi, amit kérdez, hogy mikor megyünk le mondjuk a kis házikunkba, mondom, mindjárt jövök, hozom a naptárat, mikor tudunk együtt apámékhoz, pillanat, mindjárt naptár, tehát hogy minden naptár és a bennem levő Klárika tulajdonképpen hát 3-4 hétre előre minden órát beoszt, de szó szerint most már az óráknál járok, de ki vannak jelölve etapok például heti kétszer, amikor lukácsfürdő, szauna, úszás, gőz,
teljes kiengedés, és az is tólik, tehát adok magamnak van, hogy 4-5 órákat is, amikor tudom, hogy most ennyi feszítettség után ki kell engedni. Tehát, hogy állandóan balanszírozok, és pakolgatom az időben a dolgokat, hogy valamiféle egyensúlyt meg tudjak tartani, mert hogy biztos te is érzeked, hogy olyan időzónában vagyunk, olyan, mintha nem tudom, ilyen óriás, multidimensionális fogaskerekek így őrölnének, és hogyha te nem tudod ezt a tempót tartani, amik beszippantanak, és szinte ilyen vákumokat, meg örvényeket képeznek, ha te ezt nem tudod tartani, akkor kilök, akkor te tulajdonképpen kidobódtál a rendszerből, és vagy meg tudod tenni azt, mert van annyi tőkéd, hogy szemlélődő legyél, és élvezd az életet, ha pedig nem, akkor azt látom, hogy nagyon sokszor akár az éhezésig eljutnak emberek, és itt most nem csak a mély szegénységben élőkre gondolok, hanem akár konkrétan értelmiségre, művészekre, a saját korosztályomból látok jó néhány olyan embert, akik egykor sikeres művészek voltak, és most örülnek, ha mindennapi betevőjük meg a sárga csekk kifizetés összejön. Tehát, hogy ahhoz, hogy ezt az irdatlan pörgést bírjad, mert ha sikeres akarsz lenni, nagyon kivételes az, aki meg tudja csinálni, hogy úgy legyél sikeres, hogy nem pöröksz. Szinte azt mondom, én ilyet nem láttam. Biztos van ilyen, lehet, hogy van, mert minden van, mindennek lenni kell, de én még ilyet nem láttam, aki úgy sikeres, hogy nem pörög. Na nézzük meg, hogy a te energiád hogyan jó másnak is, és ugye hát vízözön már volt az emberiség történelmében, és azt mondták, hogy a legközelebbi világégés és világkatasztrófa az tűzözön lesz, és hogy miért hozom ezt ide, mert te önmagadba véve vagy egy ilyen tisztító tűz, és ennek most nagyon fontos szerepe van ennek a kijelentésnek, mert hogy azért te igen komolyan a szíveden viseled a nők sorsát, női társad, nőtársaid sorsát, és azt is egy olyan mélységben, ahol a legeltemetettebb szégyeneink lapulnak. Mert lehet szégyen, mindent tudunk szégyelni, szégyen a sikertelenség, egy rossz párkapcsolat. A nő tudja magát hibáztatni azért is, ha úgy érnek hozzá. A nő tudja magát hibáztatni, ha nem szereti őt a férfi, ha nem elég jó. A nő a rossz szexért, mindenért tudja magát szégyelni. És soha neked van egy olyan képességed, ahol látod ezt a kis szégyellős, elbújt, szégyene mögé rejtőzött kis hölgyeket, idősebb nőket, akik már meg vannak keseredve, és neked van egy olyan képességed, hogy úgy jól bemondod, és úgy ezekkel a tabu témákkal, ahogy így rátaposol ezeknek a szégyeneknek az ütő erére, így azonnal kizökkented ebből az embereket. És arról mesélj egy picit, kérlek, hogy a nőkér mit teszel, mit érzel, miért gondolod ezt fontosnak, hogy ezeket a fajta dolgokat igenis felszabadítsuk magunkban. Kezdem ott, ha eposzi nevet kellene választani, mint a Szép Ilona, hogy ez egy eposzi név, akkor én a mágikus felszabadító Somita nevet választanám, mert igen, sok év és évtizednyi munka után rá kellett, hogy jöjjek, hogy valóban ezt kaptam egy különleges, nem tudom, képességet vagy tehetséget, hogy nagyon gyorsan szabadítok föl embereket. Most hétvégén is volt kurzusom, és folyamatosan jönnek a visszajelzések, hogy milyen hamar oldok, meg hozok ki olyan dolgokat emberekből, amiket eddig tényleg még magának sem akart, vagy mert bevallani. De egy kicsit hátrébb mennék, vagy visszább mennék, hogy miért a nőkkel foglalkozom, vagy miért lett nekem főállásban a nőtársaim segítése gyógyítása és felszabadítása a misszióm. Nyilván érdekelt voltam benne, mivel hogy nem szerettem magamat. Nagyon nem szerettem magamat. Engem fiúnak vártak, és valójában nagyon sokáig nem szerettem azt, hogy nő vagyok, nem szerettem azt, hogy kinézek, tulajdonképpen semmit nem szerettem magamon. Tehát olyan nagy nem szeretem magam csomaggal jöttem, és annyi sebbel, hogy ahhoz, hogy én létezni tudjak, el kellett kezdeni magam gyógyítani, vagyis hogy jelzett a testem,
És annyira lenyűgözőnek találtam, hogy eszközökkel, módszerekkel, technikákkal a lelken keresztül elmúlik betegség, illetve elindul változás, hogy egész egyszerűen mindennél jobban elkezdett ez érdekelni, de mindennél jobban, hogy mi megkaptuk ezt az ajándékot, ezt a szabad akaratot, hogy végül a saját magadat is, hogyha eljutsz egy bizonyos szintre, elkezdheted gyúrni, formázni, és akár egy boldogabb életet is élhetsz. Úgyhogy erről szól végül is az öngyógyító könyvem, arról a rengeteg technikáról, amit tényleg mint valami mániákus, mint egy gyűjtögető, mint egy fanatikus bélyeggyűjtő, aki nem tudom meghallja, hogy a világ melyik pontján még milyen bélyeg van, úgy kerestem én is az újabb módszereket, eszközöket, most már régóta nem kell keresnem, mert egyrészt nagyon sokat megismertem, másrészt meg jönnek le a saját technikák, és már igazából engem azok érdekelnek, amikre én magam becsatornázódom, és kreatívan ezt a rengeteg eszközt megismerve gyúrok valamit, ami egészen különleges, és képzeld el, hogy pont ma kaptam egy visszajelzést a Zentai Annától, aki az Új Egyensúly oldalamnak és a fantasztikus asztrozófusa, aki eljött a hétvégi kurzusomra, és írt egy csodálatos visszajelzést, ki is tettem a Facebook oldalaimra, a saját blogján, hogy ez mennyire komplex, és milyen sok eszköz a hangottól, a mozgástól, a testettől, az érintéstől, a térrel való munkálkodás, a szertartások, tehát hogy rengeteg eszköz. Azt mondanám, hogy testet, lelket, szellemet, mindent megmozgatok alaposan. A hangot, a bőröd, a rugalmasságod, a kapcsolódni tudásod, a belőled kijövő energiaszálak, tehát mindennel játszom, amivel csak lehet. És nyilván minden egyes, nem csak nőtársam, embertársam gyógyítása, tisztulása, az visszahat rám is. Ezt te is tudod, te, aki jóga órákat vezetsz, és közben te magad is gyógyítasz, hogy minden, amit adunk, az a miénk is, és amikor ebben a közös térben megérezzük, szerintem ez a legfantasztikusabb állapot az egészben, hogy ezt nem is én csinálom, hogy tudom, hogy ide kell nyúlni, hogy azt kell megérinteni, hogy ilyen hangot kell most kiadni, hanem bekerülsz ebbe a flow-ba, ahol elindul a gyógyítással együtt az öngyógyítás is. Nézzük meg ezt a mostani korszakot. Összegyűjtöttek az emberek, a nők, a férfiak, mindenki közös munkálatuk eredményeként, nehéz sorsok, nehéz korszakok eredményeként, rengeteg szégyent, rengeteg félelmet, és ugye azért a te tevékenységednek köszönhetően is egyre nagyobb felbátorodás, sőt, most már igény és vágy van arra, hogy amit eddig titkoltunk, szégyeltünk, magunk, ahogy te fogalmaztál, saját magunknak sem mertük bevallani ezeket a dolgokat, sőt, legjobb volt a feledésbe helyezni az egészet. Ez egyre nagyobb méreteket öltően felkívánkozik a felszínre, a fényre akar jönni, és egyre több nő Igen. van, aki már nemhogy szégyeli ezeket, mert ugye miért fontos ez? Mert a mai világ ez arról szól, hogy ezek nem szégyenek. Az egyedüllét az nem szégyen, hogyha valaki egy azonos neműt szeret, az nem egy szégyen. Ugye, amik eddig szégyenként voltak a társadalom elbírálása szerint besorolva, és ezért rengetegen voltak boldogtalanok, most ezek a szégyenek, úgymond idézőjelben, felkínálják magukat, Igen. úgymond a gyógyulásra, vagy a megbocsátásra, elfogadásra. Igen. És ez a nagyon csodálatos benne, hogy ez is terjed. És Igen. most nagyon meg vagyunk rökönyödve ezeken a tendenciákon, amikor megengedővé válik valami elfogadásra kerül a társadalomban egy olyan dolog, ami eddig szégyen volt. De ennek pont ez a lényege, hogy ezek idáig nagyon-nagyon el lettek folytva. Hogy látod, Soma, ma, hogy mik azok a legalább egy pár dolgot mondjál? Én most az egyedül létet mondtam. Például, hogy azt is a nők nagyon sokan szégyelik, vagy ha nem jó a kapcsolatuk, saját magukat hibáztatják. Mik azok a fő problémák szerinted, amikkel mindenképpen, és szinte minden nő érintett? Hát, van-e ilyen? Én azt látom, hogy a legnagyobb globális, most ezen dolgoztunk hétvégén, szégyen, egyben tévhit, egyben illúzió, és a legjellemzőbb a nem vagyok elég jó tévhite.
Tehát ez valami annyira mélyen gyökerezik bennünk, és ez adja az összehasonlítgatás alapját, ez adja ezt a kóros versenyszellemet, ahol keresgetjük, vagy figyelgetjük a lájkokat, nézzük azt, hogy ki miben menő, ki miben trendibb, vékonyabb, vastagabb, kicsibb, nagyobb, fiatalabb tudott maradni, edzettebb tudott maradni, sikeresebb lett, népszerűbb lett, stb. Tehát, hogy ez az őrület, hogy elhisszük, hogy mi, akik teljesen egyedi, egyetlen ilyen új lenyomattal, lelki mintázattal rendelkező valaki vagyok, én nem vagyok elég jó, tulajdonképpen kihez képest? Teréz anyához, vagy Claudia Schifferhez, vagy a szomszédasszonyhoz, vagy a, nem tudom, fitnessedzőhöz, vagy a kihez képest nem vagyok elég jó. És hát nyilván itt felmerül a kérdés, hogy egyáltalán kihez lehet, ha kell, vagy van értelme hasonlítgatásnak, hát a saját potenciálunk az egyetüli, amihez hasonlítgathatunk, hogy vajon a bennem levő lehetőség get kihasználom-e, vajon a saját sorsomat élem-e. Én ezt, és ebből most már ez egy magasabb szint, mert van, aki nagyon sokan nem jutnak el eddig, hogy egyáltalán föltegyék a kérdést, hogy az saját életemet élem-e, ez az én életem-e. Nem vagyunk elég jók, ezt hisszük, és ami össze is függ ezzel, hogy körülbelül 80%-ban, az emberek 80%-a, körülbelül 80%-ban még mindig nem a saját életét éli. Kiemelnék egy női tulajdonságot, ami szerintem a nőkre jellemző, és szerintem fantasztikus dolog most itt nőnek lenni ebben a korszakban, amikor ilyen lehetőségek nyílnak meg nekünk, hogy felszabadítsuk magunkban azokat a dolgokat, amiket nem szeretünk, vagy elviseltünk, az maga a türelem, a végtelen tűrőképesség, befogadóképesség, amit a nő eddig a mai napig, úgymond a múltat tekintve, elszenvedett, megélt, túlélt. De valami történhetett, mert most a nő azt mondja, hogy ha én nekem a háborúban mindig elveszítem a férjemet, nem jön haza, elveszítem a fiú gyermekemet, akkor én itt inkább azt választom, hogy egyedül maradok. Amíg ilyen hitrendszerek, ilyen programok futnak a nőkben, mégis most van egy áj, ugye a tengely, a nők megérkeztek a tengelyükbe, és itt azt mondják, hogy vagy együtt gyógyulunk, gyerekek, vagy leállítjuk a faj szaporodását. Ez most egy nagyon durva kijelentés itt, amit mondok. Abszolút jogos, értem, amit mondasz, persze. Viszont nem véletlen, hogy a tavalyi évben az Orvos Tóth Noémi könyve a transzgenerációs traumákról dobogós volt. Hozzáfűzöm, a transzgenerációs traumáimra 2 hónapra előre már nincs hely, tehát ha 2-szer, 5-szer nincsenek is, tele lennének, és figyelem is, keresem is, hogy mik a tipikus hozadékok, és hogy igen, valóban elképesztő luxus belegondolni, hogy mi vagyunk az első fecskék, az első generáció, akiknek ez a nyakába zúdul, ahol eljutott a kritikus tömeg addig, hogy átfordult, és megmutatkozott, hogy felszínre tört a sok-sok szégyen, nyavaja, hozadék, lehúzó, mint a transzgenerációs életünket nehezítő dolog. És mi itt vagyunk a híd generáció, én így nevezem magunkat, hogy híd generáció, már a 2011-ben megjelent Új Egyensúly könyvemben is ezt mondtam, hogy nem abban kell gondolkodni, hogy XY baby boom, vagy milyen generáció, hanem azok, akik képesek arra, hogy felismerjék, hogy a hazugságok és lehúzó minták erdejéből mi vagyunk az elsők, akik így elkezdtük így a fényre így szépen kiválni magunkat, mi szűzhóba taposva megyünk át egy hídon, ahol hagyunk magunk mögött egy világot, ami már nem működik, látjuk, hogy esik szét, de még nincs meg a következő, tehát a hídverők még nincsenek, hanem mi vagyunk, akik tényleg semmilyen mintát nem követve először járjuk ezt az utat, és elindultunk az új nő, új férfi, új ember irányába. És az egyik dolog, amit ott a múltból itt tényleg így hámozunk le magunkról, az valóban ez a torkék vagyunk azzal, hogy a fiaink, férjeink
elvesztenek és meghalljanak a háborúban, és tényleg olyan az emberiség, mintha semmit nem tanult volna ebből a sok borzalomból. És biztos vagyok abban, hogy ez is közrejátszik abban, hogy főleg a gondolkodó nyugati iskolázott nők kevésbé lesznek anyák, mert azért a mély szegénységben élők, a kisebb iskolázottságúak nagyon, tehát most ők szaporodnak jobban világszinten, tehát nem csak Magyarországon, hanem hogyha nézed a születési rátát, akkor akár az analfabetizmusig lemenően több gyerek születik a kevésbé hát kulturált vagy iskolázott nemzeteknél. Szóval, hogy igen, benne van ez is biztos abban, hogy kevésbé szülnek a nők, de benne van egy, tudod mi is? Egy ilyen globális elfáradás, a bentlakásos családi cselét, bocsánat, én is nyersen fogalmaztam, sorsból ki akarnak jönni a nők. Nem beszél, és plusz még ehhez tegyük hozzá, hogy itt van az individualizáció is, tehát ez már elkezdődött egyébként a 60-as években az individualizáció, sőt talán már hamarabb, a saját egy énűségünkre való felébredés, amikor is már nem lehet annyira ránk húzni akár társadalmi elvárásokat, és itt most nagyon egyszerű példát mondok, az anyám a baby boomer még ugye abban a generációban élt, hogyha 22-23, max 24 éves korodig nem vagy Lajosné, akkor a család és a társadalom szégyene vagy, vén kisasszony, vénlány, és látom a saját 90-es években született gyerekeimet, az Y-osokat, hogy ők már ezt nem is hiszik el. A lányom 14 éves volt, amikor elmagyaráztam neki, hogy de hát a nagyanyád még ebben élt. Most komolyan? Mondom, évszázadokig ebben éltek a nők. És ez csak nyilván egy példa a sok közül. Tehát, hogy eljutott egy olyan pontig is ez a torkiglevés, sőt, még azon túl is, tehát ez a kritikus tömeg és annak az átfordulása, hogy egyre többen mondják azt, hogy igen, én a saját életemet szeretném élni, és ki akarom deríteni, hogy ki vagyok. Több nőtársam van, barátnő is, és közeli ismerős is, és nagyon sok nőt ismerek, akik értelmes, intelligens, 20-30-40-es nők, akik azt mondták, köszönöm szépen, én ebben az életemben nem kérek gyereket, én nem akarok anya lenni, meg tudom érteni teljes mértékben, mert még egyszer mondom, ott van a sejtjeinkben egyrészt ugye az összes ősünk mindene, másrészt a lelkünkkel meg hozzuk az összes információt a sok-sok életünkből, és van még ebből egy kis konfliktusa a nőknek, amit viszont szépen lehet oldani. Somita, te szerintem egy forradalmat indítottál el, kezdve azzal, hogy ugye te érezted, hogy gyógyulásra van szükséged, megjöttek ehhez a módszerek, mindenhonnan, föntről, lentről, kintről, bentről, férfiaktól, nőktől, nőtársaitól egyaránt, igen, mesterektől, igen, a mély szegénységben élő legnagyobb ösztönlények, legtisztább ösztönlényekig, és ezt a tudást begyűjtve igazából azt látom, hogy egyre többen és többen csatlakoznak ehhez. Hogyan lehet kezelni ezt a rengeteg nőt? Milyen programokat tudsz kitalálni te arra, hogy a lehető legtöbb hölgynek egyszerre adott esetben oldásokat végezzél, illetve hogyan néz ki egy ilyen program nálad, amire szerinted szükség van pontról pontra? A legelső 808 nő teremtő ereje, most itt mutatok erre a kis képre, vagy a kivetítőn levő bannerre. A legelső 808 nő teremtő ereje rendezvény, képzeld el, hogy szintisztán álomban jött le, 2019 áprilisában, onnan tudom, mert én írok naplót, és vissza szoktam néha nézegetni, és meg is lepődtem, mert nagyon tisztán azt mondta egy hang belül, hogy 2020.02.22-ére hívja el össze legalább 200 nőt, és az érzelmi testnek a fájdalom rétegét és a harag rétegét kezdjétek el tisztítani. Mert azt tapasztalom, mondom ezt tényleg több ezer nővel való belső munka után,
Jövőre ez 20 éve, hogy főállásban nőkkel dolgozom, tehát tényleg nagy merítésből, nagy tapasztalatból mondom, hogy a patriarchális korszaknak az egyik következménye, ami most ott van a nők érzelmi testében, vagy érzelmei között, az a harag és a fájdalom. Tehát nagyon sok fájdalom van a nőtársainkban, és harag a férfiak iránt, tudattalanul is. És az első alkalommal ezt kezdtem el tisztítani, és én álmodtam egy nagyot, azt mondtam, akkor már ne 200 nő jöjjön, hanem 800, 808, mert a 8-as ugye az a transformáció száma is, ez egy nagyon komplex, hát mint minden számról. Most ha csak egy óránk lenne arról, hogy csak a 8-as számról beszélünk, azt is kitöltenénk, hiszen tudjuk, hogy vízszintesen a végtelen. Függőlegesen pedig, amellett, hogy a jénes rész lent, a jangos fölül, a tudattalan, a tudatos, mivel a jén az ugye a negatív pólus, minden nehézség, fájdalom, küzdelem, trauma, ha a középpontban, középen egy épp pontban képes átalakulni, akkor abból minket szolgáló erő, derű, karizma, átadni való tudás, bölcsesség lesz. Tehát minden harag és fájdalom jelenleg a mi tőkénk, de ehhez transformálni kell ezt, a tőkét. Ráadásul mindez Magyarországon, amiről már én többször elmondtam, hogy én a zsigereimben érzem, hogy ez a medence, ahova egyébként lecsúrog egész Európának az asztrális salakja, tehát a negatív érzelmek, ez a búval bélelt, bánatos, ezer statisztikában kijött, hogy mi vagyunk a legdepressziósabb, legborulátóbb nemzet. Tehát ez valójában egy transformációs csodahely, mert itt vagyunk Európa közepén, a legközelebb a föld izzó magma rétegéhez, ugye itt a legvéknyebb a földköpeny Szeged körül, úgy tudom. Ott van a mélypont nevű hely is. Tehát itt, ahol a legközelebb az izzó magmához a Európa közepén begyűjtöttük ezt a sok félelmet, fájdalmat, negatívat, itt tudunk átalakítani. Tehát, hogy ez az átalakítás helye, és azt gondolom, hogy ebben is mi magyar nők kiválasztottak vagyunk, ugyanis a földdel a méh az analóg. Tehát minden nő méhének az állapota azonos az anyaföld állapotával. Ugye ezt tudjuk már Hermész Trismegisztoszót, amint kint úgy bent, amint lent úgy fent. Tudjuk azt, hogy az ember és a föld teljes analógiában van, tehát a kőzetek, a vázrendszerünk, a fák, a légzőszerveink, a gombahálózatok, az idegrendszerünkkel analóg, az aura, a bioszférával, stb. És a méhünk pedig az anyaföldel. Tehát itt vagyunk mi nők, akik a mágikus méhünkön keresztül, és a szívünkön keresztül, mert a transformáció helye a szív, a teremtő erő székhelye pedig, és a bőség, és minden teremtés székhelye pedig a méh, amit mondhatok úgy is, hogy csillagkapu, mert hiszen a lélek ide csurog be először az a sűrű anyagba, de mondhatjuk, nevezhetem úgy is, ahogy Afrikában hívják, a szakrális trónus, óriási tisztelete volt évezredek óta Afrikában mindig is a női méhnek, és minden ősi kultúrában. Tehát ez a transformáció, amire készülök, 800 nővel most már jövőre, 8-as évben, 8-as hónap, ugye mert 2024 az is 8-as, 0224 az is 8-as, tehát 808 nővel készülök egy 8-as év, 8-as hó napján, teli hold napján, szökő napon egyébként, csak hogy így teljes magic őrület legyen, arra, hogy egyrészt tényleg most már transformáljuk, tehát ne lerakjuk, ne pusztán tisztítsuk, hanem transformáljuk a haragokat, fájdalmakat, sebeket, mert iszonyú besűrűsödött az idő, és mérföldes csizmák időszakában vagyunk, ahol óriás léptekben lehet haladni, mert olyan energiazónában vagyunk benne.
Úgyhogy... Mi történik egy ilyen? Igen, na. 8 óra, azt mondanom se kell, ez egy 8 órás szeánsz. Tehát azt ugye mondtam, hogy 8-as év, 8-as hónapján, 8 órás szeánsz, 808 nővel, és azért 8-as, mert ez a transformáció száma is. És hát ahhoz, hogy úgymond csodák történjenek, először tényleg meg kell építeni azt a tengelyt. És nagyon sokan a legalapvetőbb meditációkat sem tették meg még életükben, vagyis kapcsolódj az anyaföldhöz, kapcsolódj a forrásodhoz, nekem ez nagyon gyakori és alapmeditáció. Az elemek behívása, akik épp úgy ott vannak kívül, mint belül, tűz, víz, föld, levegő, ötödik elem. Én az ötödik elem, hát ez egy varázslatos dolog, ugye, mert hívják úgy is, hogy éter, hívják úgy is a magyar ősi sámán hagyományban, hogy szer elem, de én összehoztam az egészet, és rájöttem, hogy tulajdonképpen, mert nagyon sokat gondolkodtam, hogy mi ez az ötödik elem, meg miért hívják a különféle kultúrák különféleképpen, és számomra az éter az azt jelenti, hogy élettel teli tér, életszer elemből jövő tiszta szándék, ami bekerül a térbe, és minden elemet mozgat. Én így, nekem ez az ötödik elem. Vagyis ki kell mondani a szándékot, miért vagyunk itt. Miután leföldeltél, felkapcsolódtál, kinyitottad a szívedet, mert minden csak innen a középpontból történhet, akkor elmondani, miért vagyunk itt. És ennek a rendezvénynek az egyik célja, ahogy mondtam, a transformáció. Erre lesz egy szakrális 8-as tánc, óriási teret béreltem ehhez, 1700 négyzetméternyi teret, hogy meg tudjuk csinálni azt, hogy 800-an tényleg egy 8-as formátumban végezzünk olyan gyakorlatokat, amik segítik először is a szív és az elme kapcsolódását, hogy minden döntés szívből szülessen. Ez nagyon divatos mondani, hogy a szív koherenciát, mert ma már tudjuk, hogy nem minden döntésünk az elme által van, sőt, a szív egy olyan csoda szerv, aminek saját intelligenciája van, ugye erről már könyv is jelent meg, a szív intelligenciája címmel. A szívet kapcsoljuk a méhhel, És igen, megtapasztaljuk a méh tudatosságot, mert az új nő sajátossága az, hogy a régi értékállót és a teljesen új energiákat úgy ötvözzük, hogy azáltal napról napra egyre inkább a saját életünket éljük. Mert nem adhatunk többet a világnak, mint azt, hogy a saját életemet élem, hogy mint a vagyok, aki vagyok. Ez a legtöbb, amivel hozzájárulhatok ennek a földnek a pozitív változásához, és by the way, földanya gyógyulásához, mivel hogyha a saját méhünket gyógyítjuk, az visszahat a földanyára is. Tehát a méhtudatosság, a transformáció és tulajdonképpen a legvége pedig a mantrák, közös mantra éneklések. Ja, bodywork, imádom a testmunkát, tehát amikor tekintetek összekapcsolódnak, amikor megérezzük, hogy a térben az összekapcsoltság energia szálai micsoda sűrű, gyönyörű teret képeznek. Egységélményre vágyom, 800 emberrel egységélmény, mert 600-al meg tudtam csinálni, azt mondtam, hogy akkor 800-al is megfogom, mert az előző rendezvényen 600-an voltak, mert oda ennyien fértek be, egyébként jöttek volna többen is. Ide már be fognak férni 800-an, 808 jegy megy ki, több egy dekával sem. Ha többen akarjanak jönni, sem jöhetnek be, mert ezt a számot szeretném megélni, hogy egy ilyen mágikus napon, még egyszer mondom, 8-as év, 8-as hó napján, 8 órán át, egy teliholdas napon, 800 nő egy szándékkal, egy nagyon-nagyon tudatosan felépített térben mit tud tenni önmagáért, és ezáltal a földanya gyógyulásáért, és a családjaink, és a hazánk, és egyáltalán az emberiség szolgálatára, nem javulására, hanem szolgálatára, jobbulására, boldogulására. Tehát lesz közös ima, lesz nyilván közös meditáció, és aztán tánc és éneklés, mert egyre inkább azt érzem, hogy eleve a magyar nyelv, szakralitását, hogy mi ki kell használni, meg kell élni, hogy mi ezen a nyelven
énekelhetünk, tehát már a beszéd is csodálatos, hogy ezen a nyelven beszélhetünk, de hogy ezen a nyelven énekelhetünk úgy, hogy valójában a magánhangzóink csakrákat zengetnek, persze mindenkinek a magánhangzója, nem csak a magyar, mert hát az mindenkié. Szóval egy nagyon komplex program, ahol a szertartástól, a meditációtól, a testmunkától, az énekléstől, az örömtáncon át, a mantra éneklésig, tehát egy nagyon tudatosan felépített ívben megyünk végig. Egyébként a 808nő.hu oldalon minden fönt van. Az első alkalom is, hogy az hogy épült föl, és a második is. És van egy ilyen információs fül is, hogy 808nő.hu per információ, mert ugye erre készülni kell. Egyébként nálam minden, tehát minden kurzusra, táborra is szintén készülni kell, nem csak úgy beesel oda, hanem fizikailag is, és minden szinten érdemes felkészülni erre az eseményre. Somi, te milyen érdekes, hogy azért egy pár év óta, hát mondjuk én 2012-t számítom ennek, amikor így azért már nagyobb dolgok, amikor az első világvége riadalmak megjelennek, igen, akkor mindenki, igen, magához, igen, kap, és egy kicsit kinyitja a szemeit, és nagyon, igen, sok nő elkezdett már akkor magára ébredni, legalábbis önmaga lényegi tudatosságára ébredni, és azért azt mondom, hogy volt 10-11 év arra, hogy a férfi párjával, vagy nem párjával dolgozzon, édesapával, ősökkel, fiúgyermekkel, stb. De én most kifejezetten a férfi-nő párosításra gondolok. Ugye azért megvolt erre a lehetőség, és itt vagyunk ma 2023-ban, amikor meg ez a rengeteg nő, úgymond most ezt most direkt akarom kérdezni tőled, hogy úgymond mégis a férfi kihagyásával összesíti, egységesíti az energiáját, és nyugtass meg engem, hogy nem a férfiak ellen való ez, hanem hogy jön ide be utána a férfi társadalom az újjászületett nők körébe. Ahhoz, hogy a nő a jelenben lehessen, és úgy beszéljen, és úgy nyisson egyáltalán a férfi felé, ami által mindketten emelődnek, ahhoz, még egyszer mondom, az érzelmi testünkből ki kell tisztítani a nagyanyám, a dédanyám, az ükanyám, a szépanyám haragját, fájdalmát, akár az általad említett háborúk miatt, akár az aláfölé rendelt játszma miatt, és sorolhatnám még mi minden miatt, mert egyébként addig csak vetíted rá a férfire, aki lehet a párod, lehet az apád, a testvéred, a postás, a kollégád, az akárki, férfi társad. Tehát én abban próbálok segíteni, hogy hogyan tudunk úgy tisztulni, hogy a jelenbe kerüljünk. A szív tudatosság, a méh tudatosság az megint csak a kapcsolódást segíti. Tehát meglátom a másikban azt, hogy ugyanabból a fényből van, mint én, ugyanabból az anyagból, anyaföldből gyúródott, mint én, és hogy valójában mi teljesen egyek vagyunk, és egyébként milyen gyönyörű a magyar nyelven, az Isten szó szerintem nem csak azt jelenti, hogy Ősten magad, hanem azt is, hogy Isten én vagy ok. És ha itt nyílik a szív, azzal a férfi is jól jár, mindenki jól jár, még az anyósod is jól jár, hogy ha szívből tudsz kapcsolódni hozzá. És a másik, hogy egy kitisztult, beragyogott méh, az olyan tőke a férfinek is, ugyanis minden bőség a mi méhünkből jön. Van is egy olyan mondás, hogy minden sikeres férfi mögött ott van egy nő. Nincs sikeres férfi nő nélkül. Mert az anyagba lehozó teremtőerő az a méh. Tehát ide jön be a szellemi, az anyagba legelőször, a méhbe, a női csillagkapuba. Ide lép be, ebbe a térbe. És elmesélek egy érdekes történetet. A rokonságomban volt, tehát évtizedekig kísértem végig ezt a kapcsolatot. Ez a rokon összejött egy férfivel, akinek tulajdonképpen kilógott a valaga a gatyából, teljesen csóringer volt, de szerették egymást, és aztán belevágott a szerelemből és a nőtől kapott erőből egy vállalkozásba, amiben addig még nem, ami gyönyörűen fel is ívelt, nagyon sikeres lett, és a nő háztartásbeliként úgymond semmit nem csinált, mert ugye a háztartásbeliként úgy többször az orrához lett dörgölve, hogy hát te csak itthon vagy.
Az egy dolog, hogy ő otthon olyan hátteret biztosított, amiben tényleg tudta, hogy mit tegyen a vasaltinktól, a finom ételtől, a 650 virág, na mindegy, nem is részletezem. De, és akkor tönkrement a kapcsolat, elváltak, ugye nem meglepő, hogy a férfi anyagilag tönkrement, és nem értette, és egyszer leültem vele beszélgetni, és azt mondta, hogy ő nem értette, hogy miért, mert ugyanaz a vállalkozás, ugyanazok a kollégák, pusztán annyi volt, hogy a nő kiállt mögüle, aki egyébként semmit nem csinált, csak ott volt a méhével, a teremtő erejével, a ráfókuszálásával, a minden alárakott erejével is. Van egy olyan meggyőződésem, hogy ez csak ilyen intuíció, hogy annak idején a hárem uraknak nem azért volt egy egész háreme a pasáknak, mert olyan nagy Anik voltak, hogy nem tudom, 80-100 nőt meg tudtak kettinteni, hanem, vagy ennyire lett volna igényük ennyi puncira, hanem mintha ösztönösen tudták volna, hogyha neked van 80 nőd, és ráadásul mondjuk egy nemzetközi paletta, oszmán, bulgár, török, görög, ilyen, olyan nemzetiségű, te annyi földbe engeded le a gyökereidet, és téged annyi föld fog táplálni. Úgyhogy nagyon sokáig, amikor ráébredtem, hogy valójában minden férfi, aki belém engedte magvát, azt én táplálom egy életen át, 7 éven át a legerősebben, de valójában egy életen át, akkor teljes döbbenet után azt mondtam, jó, akkor nekem el kell kezdem kitisztítani a méhemet, és én 13 évig magamnak csináltam egyedül a saját szertartásaimat, és amikor egy olyan áttörést éltem meg, hogy egy 6 centis mióma is elmúlt egyúttal, akkor éreztem azt, hogy na most már tudok olyat, amit megtapasztaltam, tehát bennem van, és ezt már kiposztolhatom a közösbe. Mert egyébként a gyógyításnak az a lényege, hogyha te megéltél valamit, pusztán a jelenléted által már segíted és gyógyítod a másikat. És nagyon remélem, hogy idős éveimre eljutok oda, hogy vagy már talán hamarabb is, hogy a puszta jelenlétem gyógyító és felszabadító. A megélések, a magammal való nagyon-nagyon sok és hangyaszorgalmú önmunka mentén, mert hogy én egy güzű vagyok, egy buzgó mócsing, egy stréber. Hála Istennek! Egy stréber! Ez a mi szerencsénk, meg igen, a nők szerencséje. Somita, egy olyan kérdésem van még, hogy a nők mennyire megengedők, mennyire hajlandók akár ezen a rendezvényen elengedni végül is a sérelmeiket, azt a hősiességet, amit az áldozatiságuk épített fel, amit abból kovácsoltak, mint a kagylóban a gyöngy, a verejték, a sírás, a fájdalom, a szenvedés, azért ezt meg is lehetett szokni. Hogyne? Lesz is egy előadás az új nőszületéséről, amivel azonosítom magam, ki lennék én a sérelmeim nélkül, ki lennék én a haragjaim nélkül, ki lennék én a lehúzó hitrendszereim nélkül, ki lennék én anélkül, amivel eddig azonosítottam magam. És mivel nem csak tanácsot, hanem kalácsot is szeretek adni, erre felkészítő cikkek, tehát már Luca napján megy ki az első cikkem, hogy én magam hogy készülök, és mire megy ki ez az egész, mert azért az, amit szeretnék 8 óra alatt elérni, ahhoz nagyon-nagyon sok előzetes munka kell, és utána való munka is, tehát akik ott voltak, azok kapni fognak egy csomagot, amiben ajánlott további meditációk, belső munkák, gyakorlatok, cikkek, útmutatás lesz, ahogy minden kurzusom után mindenki kap, egy nagyon komoly csomagot adok, tehát a módszerek, ajánlott gyógyítók, meditációk, tehát küldöm el e-mailben, és most is meg fogják kapni a további útmutatásokat ehhez. És ami nagyon fontos, hogy 60 önkéntes tartja ezt a teret, akik január 13-án egy egész napos képzés során megkapják azokat az instrukciókat, hogy mivel kezdjék el 4 héten át, tehát 4x7, 28 napon át programozni a teret.
Az előző rendezvényen 35-40 nő programozta, és abból 12 papnő, hála Veres Krisztának, aki ugye most már sok éve Egyiptomban van, de már nem is tudom, nagyon régen indított el ugye a papnőképzőt, és nagyon sok papnő képződött az ő áldásos munkája nyomán. Glastonbury-ben tanult, ami Európa egyetlen akkreditált papnőképzője, és most itt ne a keresztény papnő vonalra gondoljunk, hanem nyilván ennek egy sokkal ősibb, archetipikusabb, mélyebb és szakrálisabb és szimbólumokkal teli világára. Tehát papnők tartják a teret, minden égtáj irányában 3-3 papnő, amellett gyógyítók, mindenféle gyógyító, tehát értsd azt, hogy holisztikus orvos és holisztikus pszichológus is lesz a térben, ugyanúgy, mint az előző alkalmon, hogyha valaki a nagyon erősen tartott tér ellenére is mondjuk, nem tudom, rosszul lenne, vagy megijedne, vagy valami történne vele, mert azért nagy energiákat el kell bírni, és ez egy nagyon nagy felelősség. Amikor az előző alkalommal, tehát 2022-22-én 600 nővel csináltam egy spirált, akkor nekem szakemberek azt mondták, hogy te nem vagy normális, te 600 nőt akarsz transztoltatni egyszerre? Honnan veszed ehhez a bátorságot? Mondtam, onnan, hogy belülről érzem, hogy ezt kell tennem, és ha nem érezném ennyire belülről, akkor biztos nem lenne hozzá bátorságom, de azért nagyon-nagyon megnyugtatott, hogy egyrészt programozott tér, még egyszer mondom, 4 héten át programozott térben, és egyébként minden vaj puhán ment, és senki nem lett rosszul, és hát fönt van a saját személyes oldalamon a somamagisa.hu visszajelzéseknél jó néhány levél, megfoganások, ciszták múltak el, miomák, gyógyulások történtek, és ezt mi együtt teremtettük, mert itt pont az a lényeg, hogy amikor ennyi erő összeadódik, ott egy olyat kapsz, amit te egyedül nem fogsz tudni soha az életben, mert az összeadott erő sokkal több, mint a különálló. Ráadásul meg pont tegnap kérdezte valaki, hogy is, Somita, mi ennek a műfaja? És mondtam, hogy na, ez jó kérdés, mert hogy ez olyan műfaj, ami, úgy mondtam, a végén azt mondtam, hogy hát ez egy zenés gyógyshow, mert hogy nagyon komoly fénytechnika is lesz. Tehát azt képzeld el, hogy tehát nem csak belső fény, hanem itt nagyon komoly lámpákat bérelek, és olyan fényfestő művész festi a teret, és olyan vizuál brigád építi a teret, hogy az a sportcsarnok az el legyen varázsolva, szakrális térré legyen felépítve, ráadásul hát nehéz, szóval konkrétan egy akadálypályát raktam magam elé, mert egy olyan sportcsarnokot képzelj el, ahol lelátóról mégy le, és eljutottam oda, hogy jó, de ha én lelátóról megyek le, az olyan, minthogyha egy anyamébe ereszkednék bele, tehát hogy csináljuk meg úgy, hogy ezt meg is éld egy fonállal, abba kapaszkod, és úgy engedd le magad a mélybe, ami legyen fekete és gyönyörű, mint az Ízisz ege, meg mint az anyaföld a legzsírosabb, és mint az a nagy sötét barlangot bent. Szóval, hogy minden penge pontosan kitalálva, minden felhasználva, szimbolikus elemekkel telerakva, tehát ez mágia. De nagyon tudatosan összerakott, nagy felelősséggel összerakott, és hát a fényt, a hangot, a színt, és hát a fantasztikus művésznőket, mint Szirtes Edina Mókus, aki Magyarországon szerintem az egyik legnagyobb tudású női zenész és énekesnő. Csak itt zárójelben jegyzem meg, hogy képzeld, a Megasztár idején a Presser Gábor egyetlen egy zenészre hívta fel úgy nagyon igazán a figyelmemet, az pont a Szirtes Edina Mókus, és az, hogy ő itt szolgál engem most, tehát hogy nekem ez egy óriási megtiszteltetés, ugyanígy a Kovács Sára Dizna, a Fodor Réka, szóval nagyon nagy kvalitású művésznők, akik a hangszerükön, a hangjukkal is varázsolnak, tehát fény, hang, szimbólumok, 60 önkéntes, akik a teret tartják. Szóval irdatlan meló, és olyan speciális műfaj, és tudom, hogy a saját teremtőerőnkben való szintlépést hozó
öngyógyító, mágikus esemény, amit nyilván csak azoknak ajánlok, akik ezt elbírják, és akik erre nyitottak. Mert aki még nagyon az anyagba süppetten él, és nem hiszi azt, hogy teremtő emberisten lehetőségek vagyunk, és nem tudja azt, hogy minden, ami itt van körülöttünk, az már csak egy manifestációja mindannak, ami egyébként már van, annak ez nem ajánlott. Ez egy nagyon nagy csoda lesz szerintem. Mikortól lehet jelentkezni erre, mikor nyitjátok a... Már megnyílt, úgyhogy az early bird már el is ment, úgyhogy már a 808nő.hu oldalon szépen el lehet irányulni a mamagésashop.hu oldalra. Fő, mennyi oldalam van, bébé, tehát néha így nézem magam, gyöngyikem. Hát ez izgalmas játszótér, amit magadnak itt összeraktál. És a játszótér szóról eszembe jut, amit biztos hallottál már Alberto Villoldóról, aki az antropológusként és pszichológusként az andokbeli sámánoktól tanult, 20 éven át ott élt köztük. És ő azt mondja, hogy a jövő embere már nem homo sapiens, hanem homo ludens, vagyis a játszó ember. Mert hogy ez az egész, amiért ide jövünk, ez itt ennek a legfőbb célja, a leg az a játék. Hogy egy olyan életet tudj magadnak teremteni, mágiázni, amiben játszol, amiben megéled az örök gyereket, és azt, hogy tulajdonképpen azt játszom, amihez kedvem van. Úgyhogy nekem most ezt van kedvem játszani. Szomit, nagyon örülünk neki a kis játékaidnak. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Tényleg köszönöm. Én azt gondolom, hogy ez egy sokkal komolyabb dolog annál, mint hogy tényleg elvicceljük, de azért itt nagyon sok mindenkivel beszéltem, akik nagyon komoly gyógyulásokon mentek keresztül, olyanokon, amikben nem hittek már, tehát már azért reményvesztettek voltak. Mind nő egy idő után, mint ember is úgy érezték, hogy kudarcot vallottak, és azért, amikor őket hallgatott, tényleg ez valami fantasztikus, tehát az ő örömükön keresztül mindenki felszabadul, és mindenki érzi azt, hogy erre szükség van, és ezt most egy kicsit igen, még a nagy játék beindulása előtt érdemes komolyan venni. Nézd, aki most azt gondolja, hogy ebben a világban lehet harmonikus, boldog életet élni tudatos belső munka nélkül, hát hajrá! És ez a belső munka egy hatalmas öröm egyébként, egy hatalmas élmény. Úgyhogy én azt kívánom, hogy nagyon sokan kapják meg azokat a beavatásokat és szertartásokat, amikre most éppen szükségük van, és nagyon sokan születhessenek újjá. Nagyon szépen köszönöm, Somita, hogy vagy. Köszönöm. Hogy ezt felvállalod, és kifogyhatatlan energiaforrásokkal rendelkezel, és köszönjük a Teremtő Jóistennek, hogy téged ide helyezett. Hát én megköszönöm egyáltalán a VNTV-nek ezt a szolgálatot, hogy itt lehet erről beszélni, és ilyen kvalitású ember kérdez. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük Önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. Önök a VNTV-t látták, korábbi adásainkat a www.vntv.hu, valamint a YouTube megosztó portálunkon láthatják. Viszontlátásra!